16. Benedek nyugalmazott pápa is részt vett a Hosszú élet áldása című találkozón, melyet az Idősek Világnapja alkalmából tartottak a Szent Péter téren. Az időseket és nagyszülőket ünneplő eseményen népszerű olasz előadók olyan bibliai történeteket olvastak fel, melyekben az öregkor áldásai és kegyelmei domborodnak ki. A lírai előadások mellett tanúságtételek és olasz slágerek hangzottak el. A fellépők közt volt Andrea Bocelli is, akit Ferenc pápa a találkozó után személyesen köszöntött. Egy moszuli keresztény család is tanúságot tett, akik elmondták, ma a templomaikon kereszt helyett fekete zászló van, de a békésebb területeken az üldözöttekért szólnak a harangok. A találkozó résztvevőihez intézett beszédében, valamint az azt követő szentmisén mondott homíliájában is arra hívta fel a figyelmet Ferenc pápa, hogy nincs jövője annak a népnek, amelyben nem jön létre a nemzedékek közötti találkozás. Az úrangyala elimádkozásakor is külön köszöntötte az időseket, majd arra kért mindenkit, imádkozzanak a vasárnap kezdődő, a család témájával foglalkozó szinódusért.